Ale no male sa vale. Ay, lo lai, lo Dai lai, lo alo lai, male, dai alo malo 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 mal. Alo male, dai alo mal. Alo malo 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 malo. Alo male, dai alo mal. Y alo malo malo temerá. Alo male, dai alo mal. Y alo malo 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 malo. Alo male, dai alo mal. Y alo malo malo temerá. Alo mal, te alo mal, y a lo malo, 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 vale, no vale, ya vale. Gyerekek, olyan a ruhada, amit, hogy olyan olajciganyos lesz a beja, de olyan, hogy még ilyen soha nem volt. Mit jár igazából? Mi nem tetszik? Félek én is tőle. Nem, tényleg olyan félelmetes. Maga az, hogyha az a 25-30 kilós súlytöblet, na abban a ruhában nem érdemes mérlegre állni. De akkor gondold meg, hogy az a mennyasszony, aki rejtelen aki felveszi késen... délben, mit tudom én így ebédre, hogy ott vendég van ró, és akkor utána a mennyasszony tancig éjfélig rajta van azt a 12 óra. Hát én meghalnék benne. Meghalnék. Viszont tényleg, Dávid, a fajtlat, ha te úgy teszed fel, olá ciga, és akkor fog mutatni az egész helyet. De nekem, én úgy szeretném, mint Szalma Hayeknak volt, majd én befotóztam, és akkor... Én is fotóztam. És akkor én azt majd megmutatom Dávidnak, hogy na, mutasd szeretném. Először te, hogy melyikre gondoltál, és én is mutatom, hogy én mire gondoltam. Jó, majd ha kinyitom a szemem először, hagyd tegyék fel a pillákat, és akkor megutálom. Egyáltalán nem nehéz. Ez hol nehéz ez a ruha? Győző, ezt megemelted ma? Hát ez figyelj, ezt viselni tudni kell. Te meg fogod tudni viselni. Most mondtálsz bármit, Bea, de te ezt fogod tudni viselni. Gyönyörű a ruha, és nagyon nehéz. Szerintem. Szerintem meg meggondolod, túlgondolod, nagyon túlgondolod a dolgokat, úgyhogy... Másikat is hoztuk végre, pirosat? Hát ez meg a kedvencem. Azt, hogy otthon hagyom a nadrágot, gyerekek. Nekem az a kedvencem, hogy te otthon hagyom. Azt, hogy otthon hagytam a nadrágot, á. Ezt külön le lehet róla venni? Most derült ki, hogy rosszul pakoltam be, egy másik öltönyt hoztam el, és otthon maradt a vőlegény nadrágom, úgyhogy még beállt sminkelik, haza kell rohadni a nadrágomé. Hát kivel mással, ha nem velem? Az anyám, úristen, mint Bea, azért többször voltam a mai ruhában, de ez a beauty beautiful. Jaj. A Győző, még ilyen nehéz ruha soha életemben nem volt rajtam. Ilyen sok köves ruha sem volt rajtam soha életemben. Ez ugyanannyi kiló, amennyi év eltelt. Cipeled a kilókat. Ennyi. Hát ez közé komoly. De jó vagy, Istenem. Nagyon-nagyon szép vagy. Hát csak a pátyol, az meg brutál lesz. Hát ma, hozzád képest ma nem adhattam lejjebb, Győző. Ugye, Vivi? Ma ne haragudj. A 30. évfordulónkra mi nagyon-nagyon cigányos ruhát szerettünk volna, és hála Istennek ezt megnyílt, hogy fi és kedves férjem teljesítette nekünk, úgyhogy ma cigányba borulunk teljesen, gypsy style. Úgy gyerekek, ezt tényleg egész nap viselni. Hát, az is bolond meg, aki így felveszi azok a cigánylányok, jaj, 12 órát ilyen ruhába. Minden tiszteletem az övéké. Minden tiszteletem, gyerekek. Oh. Brutális vagy, komolyan, de tényleg. És hogy az öltöny megy a te ruhához. De Győző, ezt így választottad. Hát nem? Majd még azt mondod, hogy véletlenszerűen keveredett ide ez az öltöny. Véletlenszerűen ide keveredett. Meg még amit otthon hagytál. Megoldjuk. Amíg tartott, az a másikba hazaszaladunk. Van itt egy fekete nadrágom a kocsiba, csak ki kéne vasalni. Tudod, mit el akartam vinni a tisztítóban. Győző, az a fekete nadrág a kocsiba, ott egy vasaló. Nézd, egy gőzre. Mert nem kell elmenni érte. Na. Ezt a tisztítóban akartam vinni, kicsit... Kicsit piszkos? Hát, na megnézem. Photoshoppal le lehet tüntetni azt a piszkot? Szerintem megoldjuk. Na, figyelj be, akkor kezdjünk neki. Álljunk neki, csináljunk egy jó fotózást. Jó. Hát én már láttam 20 éves mennyasszonyt, voltam a lakodalomban zenélni 20 éves mennyasszonyoknak, de lepipálja be a 20 éves mennyasszonyokat, az 7 centség. Nem szép, nem gyönyörű, hanem álomszép. Ő tényleg a Szulejmán szultánnak a felesége, Hürrem szultána, és én pedig a Szulejmán szultán. Nem bírnak velünk, ennyi. Szállom a
Hello, szép! Hello, szia! How are you? Jó, köszönöm szépen! Jó, megtanultál magyarul! Kicsi magyarul! Kicsi magyarul! Képzeld el, akarok csinálni egy franchise rendszer, el akarom vinni Szolnok, Nyíregyháza, Salgótarján. Ezeket az ételeket megveszem a Jingitől a franchise-t, és eljönni hozzám főzni. Igen. Biz ürünlerimizin hepsini Türkiye'den getiriyoruz. Ben Türkçe konuşuyorum. Okey. Ben Türkçe konuşuyorum. Künefemiz. Güledemiz. Igen, künefemiz. Yes. Hat peyniri Hatay'dan geliyor. Ay Hatay'dan geliyor. Hatay, Türkiye Hatay'dan geliyor. Ya. Igen. Yeni Zelanda kuzu. Baran. 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 Igen, Yeni Zelanda. Yeni Zelanda? Igen, Yeni Zelanda. Hát titokban mondom, el akarom lopni Salgótarjánba, Szolnokra és Nyíregyházára, hogy ő legyen nekem a főséfem, mert nagyon-nagyon szeretem az ételét. Úgyhogy baromi boldog vagyok, mert nem csak egy lábon állok, hanem négy lábon. Egy nagy éttermet akarok. De hogy már csak beászonnak legyen éttermem, mert beászon, hogy főzöm, majd lepipálom beászon. Bollo. Bollo. Bollo, angolul. Oké. Okay. Yine orada var. Servislerimiz bu şekilde. Servislerimiz bu şekilde. Hát csodálkot láttam, ebből is ettem volna, abból is ettem volna, ezt is, azt is. És akkor közben mondja nekem a séf úr törökül, és megmondom, hogy igen, igen, igen. Olyan, mintha értettem volna, abszolút nem értettem, hogy mit mondott, de én úgy csináltam, hogy igen, igen, értem, értem, értem. Kérdezz már meg tőle, hogyha nyitnak ilyen éttermet, eljönne hozzám dolgozni? Kaç yıldır buradasın? 3 yıldan beri bu projenin içindeyim. 2 yıldan beri Macaristan'dayım. 2 yıldan beri Macaristan'da çalışıyorum. Te tudsz magyarul? Nekem no, most, magyar. Te meddig vagy itt Magyarországon nálunk? Igen, nekem 5 év Magyarország. 5 év Magyarország. És utána jönni hozzám dolgozni? Igen. Thank you very much. Te akkor nem jössz el hozzánk dolgozni, de itt vagy. Egy türkisz besto. Sen lokanta açsan nasıl olur? İlk önce çıraklığını yapmadığın bir işin, işletmeciliğini yapmadığın bir işi yapmayacaksın. Nagyon szimpatikus vagy nekem. Én tudnak veled együtt működni, mert nagyon jó ember vagy. Igen. Igen? Igen. Én adok neked sok eurót, mert a bőgőben van sok euró. És én most megvalódultam, én éttermet is akarok nyitni. És akkor te nálunk dolgoznál. Én nem, hogy még törökül, de még magyarul se tudok. És akkor igen, séf, igen, séf, igen, séf. Tök szimpatikus volt, tudnak vele együtt dolgozni. Á, világi lenne. Feleségemet le fogom pipálni. Ezt most eldöntöttem, hogy a méltóságos, nagyságos szűrnem szultán kisasszony le fogom pipálni. Szép, beautiful. Jó, jó ember van. Jó, itt vajga. Meg is ötett. Jó. Akkor jövő héten megkereslek, leszerződünk és nálunk fog dolgozni, oké? Okay? Oké. Okay. Thank you very much. Thank you. Köszönöm Thank szépen. Én köszönöm, ezt még nem hagyom itt nektekem. Akkor így meg is tud a tanyíról, ez nagyon jó. Aj, gyerekek, az a pisztácia. Ó, drága jó Istenem, hát ez a mennyország, út maga volt a mennyország. Engem nem érdekel, ha ma a jó Isten megadta, hogy a bőgőbe pénz van, éttermet nyitok magamnak. Ez lesz a következő. Kollega, ai restaurant Victorio, ai restaurant, hello kollega, Victorio, ciao. Ciao. Where are you from? Poland. Poland, ah, Poland. English, restaurant, gnami gnami, gnami gnami, English, drink, drink, ai turki. Și turki, ai gypsy. Ok? Ja. Salgótarján? Nyíregyháza? Szolnok. Én olyan szerződést kötöttem a türki étteremmel, hogyha küldök nekik vendégeket, akkor a franchise-ból engednek nekem egy bizonyos összeget. Én most kijöttem a térre, és toborozom az embereket. Hi. Hi. Hi.
Hi. Victoria, ciao. Elizabeth. Elizabeth, where are you from, Elizabeth? Czech Republic. Elizabeth, where are you from? Originally Ukraine, but I live in Czech Republic. Czechy parlen, mö Czechy parlen. Czech Republic, Czechia. Czech Republic, Praga. Praga. Praga, Praga? Yes. Czech Republic, Praga? Yes. Slovakia, Kofa? No, not Slovakia. No, Slovakia. That's different. Not different. Elizabeth, I name a restaurant. Mm-hmm. Restaurant, menu card. Mm-hmm. Szolnok, Nyíregyháza, Sargotarján. I telephone, once, okay? I menu card, cola. Megmondom őszintén, hogyha nem gyakorolnám az angol nyelvet, illetve a külföldi nyelvet, akkor megbuknak. És én itt gyakoroltam is, és fejlesztem önmagam. Tulajdonképpen nagyon-nagyon boldog vagyok. Georgia, papa Georgia, mama italiano, ciao, what's your name? Nino. Nino, oh my god. Name? Katie. I restaurant, Victorio, egyipci, I türk restaurant. Ez zavárjatok, most te pont most zavártok. Lecsos neked, Li. Töltött káposzta, babgulyás, egy váncvázat, desszertben vannak, nagyon jó desszertek, oké? Okay? Okay. Budapest, Hungary, beautiful? Eljössz hozzám ma, 50%. Csak jegyezd meg a telefon, várjam ma mindjárt még morra, ne, várjam ma, várjam. Kollega, egy restaurant. Veruvé, oké. Okay. Azt mondta, hogy nem tetszik a pofon. Hello, I Victorio, hi. Budapest, ciao. Victorio, Budapest, where are you for? France. France! Oh, bonjour! Bonjour! Bonjour. France, Luxembourg, Paris. Bordeaux. Bordeaux. Papa, Why? Bordeaux. Papa, Bordeaux. Bateau? Bateau, yes, papa. I Hungary restaurant. I menu card. Menu card. What's your name, maybe? My name is Anna. Anna. Maika. Beautiful. beautiful. What's your name? Yuan. Yuan. Beautiful makeup, hair, I beautiful. gyűrű? No. No gyűrű? Nem vettél mindenki mondja, gyűrű? A karika gyűrű. Husband? No husband? No. Not yet. Nincs a pénzetek, mi? Not yet még? Don't understand. Nincs pénzetek rá. Na figyeljetek ide, ha éhesek lesztek, egyet ne felejtsetek el. Once, oké? Okay? Lady beautiful, best of beautiful. Thank you very much. Friends, bonjour. Bonjour. Et au revoir. Jó, au revoir. Au revoir. Au revoir. Baromi boldog vagyok és büszke vagyok, hogy elmagyaráztam nekik, elmondtam a telefonszámat az étteremnek, elmondtam, hogy mi a menükard, megmutattam neki. Lady, please. Lady, hello. Ciao, I Victorio, Budapest. Hi. Where are you from? I'm from New Orleans. Hello, you are beautiful. Meg kéne kóstolnotok az ételt, mert nekem is lesz egy ilyen éttermem. Szolnok? Nyíregyháza, Sargotarján, kendo. I name? Mavei. Oh, Mavei. Best of all. Mavei. Menükard? Menükard? Okay, köszönöm. Köszönöm. Tudsz magyarul? Budapest holiday vagy school? Holiday. Best of Budapest? Yes. Yeah. Ennéltetek-e ma valamit, anyuka? Yeah. Mert ha éhesek vagytok, próbáljátok ki. Utána eljöttök hozzám, és úgy jól láttok nálam. Étterem. Cool. Menu card. Best of menu card. Nice. Drink and dessert. We're all good. We literally just ate, so but thank you. Jó laktatok ma. Yeah, we ate already, Ettetek but we'll keep ma. It in mind. We'll come back. Thank you, De éhesek lesztek. Be kéne jönnötök enni. Ha bokalósak lesztek. So sorry. De mutatja, hagyd nézem a fogadót, de csiki, gyere. Erre jön. Are you ready? Gyere vissza ide a helyet. Figyelj ide. Ki a fogorvosod? I don't know what you mean. Hogy van az, hogy dental? Yes, dental. Yeah. It's just like custom. Custom. Yeah. Gold, I... Silver. Milyen? Szlovák? Silver, yeah. Szlovákia, bóva? Silver? I don't know what you mean. Spraga? Ez a Szlovákia, bóva, vetted? It comes off. You can take it out.
Jaj, ezt keresnek-e, hagyjatok ma békén, a reklam beszélgetek. Köszönöm. Szlovakia, bó van ma rend? Ha? Állj, 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 beautiful. Thank you. Beautiful, beautiful, okay. Ha éhesek vattok, gyertek ma a benni. We will, I'm sure we'll come by. Egyébként el kéne kezdened egy fogyókúra, az jó kövér van. Mikor jöttem? Fitness? Fitness? Hallá, a cikod nem fél, no fitness. A kollega fitness, fitness. A lady, what's your name? Amy. Amy? Amy, beautiful. Thank you. Beautiful. Hát a londoni rákló, mikor mondta, hogy Pragába vette Szlovákiába a fogat, hát én elájultam, én régi ilyen fogat akarok, és azt mondta, hogy estére visszajön vacsorázni, csak most még mennek valahova. A rakli nagyon aranyos volt, az be is jött volna. Ó, azok még a zsivahanyok, nem menj velük sehova. Zsivahanyok. Emi, jön velem, oké? Okay? Bye-bye! Bye-bye! Emi, jön velem, oké, okay, Emi? Of course, okay. Nice to meet you. Nice to meet very you. Much. Bye-bye. Bye-bye. Kérdezzük. Tessék parancsolni. Jöjjönek végre egy magyar hang. Igen, köszönjük. Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok. Restaurant, drink, dessert, menu card. Where for? Mexico. Mexico! Mexico. Ah. Mexico, Cancun? Cancun? Cancun. Cancun? No. Mexico, honnan jöttél? Mexico City? No, 500 Mexico. In the center of Mexico. In the center of Mexico, beautiful. I husband, uh-huh. Első feleségem. Igen. Mexico City. Ah, okay. Csak. Mexico, igen. Jóba volt a polgármesterrel. Azt úgy mentem haza, hogy a polgármesterrel unk. Oké. Okay. Félcsinoltattam magad az első feleségem. Mexico City-ből. Igen. Emlékszel rá? Ott a templom felett laktak, fel kellett kanyarodni. Na, az nagyon gyors. Nagyon, tudsz magyarul? Kicsit. Na, volt egy feleség. Igen. Mexico City-ben lakott. Igen, azt azért tudom. Az jóban volt a polgármester. Aha. A polgármester megcsinálta ő. Született két gyerek. Oké. Okay. A fiút úgy hívták, hogy Ferike, aha. A lányt meg Margitka. Oké. Okay. Közben a polgármester felcsinálta titkárnőt. Most az első feleségen úgy csinálom. Vissza akart jönni hozzám, de nekem ma nem kell. Azt láttam az embereken, hogy szimpatikus vagyok, és nagyon-nagyon meggyőző voltam. Úgy csillogott a szemük is, és azt látták, hogy igen, segítünk neki, elmegyünk hozzá enni, építsenek a franchise rendszert. Lady, I name, what's your name? Andrea. Andrea? Andrea. Hát a Mexico City? Sí. Hát a Mexikóban Andrea név létezik? Igen, az abszolút. Te itt tanulsz? Nem, itt lakom. Mióta lakszik Budapesten? Két évvel ezelőtt. Nem akarsz nálam dolgozni az új éttermemben? Csinálok egy új éttermet, ugyanilyet, mint ami itt van. Nem akarsz nálam dolgozni? Kiöltöztetnélek, a helyedot szerupra kicsatolgatnám. És akkor én, tudsz énekelni mexikóian? Tudok énekelni? Igen. Igen. Milyen nótát tudsz Mexikó szívesen? Megetet? Milyen dal tudsz énekelni? A dance? Cielito lindo. Cielito, no, csak akkor Iron Lady? Cielito lindo. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen cantando, bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, que a mí me tocan. Ay, 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 canta, ay, ay, ay. Figyelj ide! Jössz hozzám énekelni? Milyen van magyar telefonod? A telefonod milyen van? Külföldi? Egy számod? Null? Nem, magyar telefon. Magyar, mi a számod? De csak mondjad a számodot, more, felhívlak. Mi a számod? 06? Üsd be ideje. Dolgozol nálunk? Andrea, te mit dolgozol? Te mit csinálsz? Mexikóban dolgozik. De Mexikóban mit csinálsz, Andrea? Human resources. Oh. Mi ez a Sina Simpson? HR. Nem tudom, hogy mondani magyarul. Hár, szóda hár. Az a payroll és... Terror. Nem tudom, hogy mondani magyarul. Terror? Bum-bum, tisztel. Nem. Terror vagy mi? HR? Jaj, HR-es! HR, igen. Ja, melyik cégni vagy HR-es? A cég? Milyen cég? Ez a mexikói, kics mexikói... De mivel foglalkozik? Nem kellenek cigány emberek? Nem tudok kivinni, importálni cigányokon? Ha vinnék egy 20 cigány ember. Csak itt utazol és... Fordíts már neki, hogy nem kellenének emberek. Kivinnék Mexikóba embereket hozzá dolgozni, cigányokat, elvált asszonyokat. Annyi, hogy foguk nincs elő, meg a valakinek a fara hátul van, meg valaki káncsan egy kicsit. Kivinném ők, ha és akkor be tudnod a nyomni. Jóban van a főnökkel?
Igen, igen. Na, hát a szalmodott gyorsan, a jó istenséged, ma a jó istenséged akart, hát a szalmodott testvérem. Százból egy, hogy egy mexikóival összefutok, és tud magyarul is, és az, hogy a rakli HR-es, és vihetek ki 20 cigányasszon dolgozni, hát már megérte, több lábon kell állni, étterem, ki kell vinni asszonyokat dolgozni, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, én már több lábon akarok élni, és szerintem ez az én napom, baromi boldog vagyok. Thank you very much, Andy, beszélj a főnököddel, viszek cigányasszonyokat, elve a cigányasszonyokat, mert egy kicsit majd kijönnek az útra szívóan. Na, dolog. Thank you very much. Örülök. Én is örülök, szia Andy, bye bye. Viszontlátásra. Viszontlátásra, jó, de jó rakló vagy. Á, gyerekek. Ha eres, hát a legnagyobb. Sziasztok! Hát nagyra jongolja vagyok. Milyen szép asszony tetszik lenni, milyen nyáriasan van felöltözve. Van magam bugyi, kedves? Van. Egy kis lezselem van felöltözve, forduljon meg, hagyd nézzem. Milyen csinos, itt nagy körösen, mindenki ez szexi? Mindenki, igen. Akkor önök szerették Zoltán Erikát, ugye? Igen. Szexi lány, egy kicsit a csípőt megmozgatná? Azt esetleg? Nem. Milyen szép asszony. Itt az uram. Itt az ura, aha. Ihaj, szia, üdvözöllek, csáó, csáó, azzal kezdetted volna, hogy az urad itt van. A kutyát éjtek? Ne. Jaj, de szép. Hát akkor bemutatkozom, szia, Gáspár Győző. Én pedig Nagyha Jurita vagyok, üdvözlöm. De Bari Rozi messze lakik még innen? Nem, szép asszony, szép asszony. De ez tényleg szép asszony, a Rozi? Szép asszony. Én még nem láttam csak tévébe. Szép asszony, a Rozi? Jaj, de szép az a kutyaja! Jaj, hagyj vigyem ma haza! Gyere, gyere, babam, gyere! Jaj, de szép! Hát szia, kicsikém! Jaj, hagyj vigyem ma haza! Hát mondom, ez a nagykőrös engem elvarázsolt. Hát megérkeztem nagykőrösre, de sose gondoltam volna azt, hogy itt ennyien szeretek, mindenki kameraz, megállít, fotót készít, mindenkinek van hozzám egy jó szava, mindenki azt mondja, hogy milyen csinos vagyok, milyen szép vagyok. Hát nagykőröst eddig csak térképen láttam, meg fellépni jöttem, de egyszerűen szerelmes lettem nagykőrösben. Hát itt mindenhol videóznak, ott is videóznak, itt is. Mindenki szeret. Nem, mindenki szeret. Nem Michael Jackson jött meg a más világról, én csak Bari Rozihoz jöttem. Csókolom, szép asszony, sziasztok, üdvözöllek. Gáspár Győző vagyok, sziasztok, csókolom. Gáspár Győző, szia drágám. Gáspár, Rozinak a barátnője vagyok. Rozinak a barátnője. Hagyj kérdezzek, mert tényleg olyan szép asszony a Rozi? Én nem láttam csak tévében, ma baromire várom már. Igen. Már is megyek. Igen, nagyon. Jó van. Na viszont látásra jók legyenek, ezt egy képet, gyere csináljunk ma, drágám. Örökítsük ma, meg ülj, de szépek a combjaid, dicsak. Hát az urad jó jart veled, mondd meg az uradnak, tegye fel a... Itt az uram! Tedd fel a két kezedet ilyen asszon mellette, adja az úrnak hálat! No, csináljunk egy szemigazolványkép, hát jöjjön közelít. Jó, ne szelfie, szemigazolványkép, jó, fekete-fehérre hal is. És a fej az örök marad, na, színesbe ott dzsungol az arcom. Olyan izgatott vagyok, hogy hogy ez most nem megy. Most őszintén, most tedd a szívedre kezedet, az ilyen szép cigány gyerekkel már itt találkoztam, hogy ne lenni izgatott. Hát most én sem sírom a helyedbe. Nem legyenek ennyire, mi Randira is vinnének. Komolyan? És a bea? Hát lassan jöjjön, nem kell tudni neki. Marika csinálj. Marika jöjjön, drága, szép asszony Marika, nézd meg. Marikának pinka, papucsa, pinka, ruha. Marika is szép asszony. Mindenki playboy. Jó, nyárias. Jó, hát a ménem, de 40 fokba jöttem, mikor mindenki fürdőruciba van. Ez az. Na csókolak, sziasztok, viszlát, csókolom, sziasztok, csók. Ijaj, dicsak, drága jó Istenem! Szent Kuti Szűz Máriam, hova dobtál engem Jézus? Ez most valóság vagy igazság? Dicsak! Szia életem, 20 éve várlak téged, hozzájármán, gólj! Ijaj, dicsak! Hát a film bűjelentén mögd, drága! Ijaj, hogy rágjak meg ezt a téged! Szia, drágám! Szeretettel fogadlak, drágám. Jaj, gondolom, hogy szeretettel fogadni, csak kidobtad a tüdődöt, hát édesem. Hát mi látod, nem akármiben érkeztél, Veronákba, flipkörökbe.
Figyelj, de hoztam megadtad neked. Megadtad a módját. Még bizony, hoztam neked ajándékot. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit vegyek neked. Figyelj ide, én hoztam neked egy könyvet. Az a címe neki, hogy egy messiás története, Ben Hur. Amikor Rozit megláttam, megmondom őszintén, én már dolgoztam nagyon sok külföldi sztárral, Jennifer Lopez nagyobb kivitelben. Ennyi. Tudod, mi tetszik nekem nagyon? Hát én azon sírtam be, valami fetrentük, mikor alulról kinyomta egyet. Mit csinál? Tónáztam csak! Tónáztam, kinyomta egyet. Véretlen volt, az hát mi tudjon ki, tász! Te volt, vagy te volt, vagy mi volt? Pszi volt. Jó van, édesem. Figyelj, de most itt leszünk egész reggel, igen? Nem, gyerünk fel. Gyere. Hova szobára? Persze, gyere hama. Siessék. Az a bula, az anyám, úristen. Találkoz... Magyarország előre menne, nem hátra drága. Hát nem, hát. Csak, gyere hama, mert itt egy brazil romnyivel. Jó napot, sziasztok! Mit főztetek? Mit főztetek? Várja, ma megyek Rozika után, a jövök hozzátok enni, jó? Sziasztok! Gyere már! Jövök, nincsen! Na, mit csinálsz? Gyere hama, drágám, üljél le, már vár a család, beszeretném mutatni. Sziasztok! Hugicáma! Gáspár Győző, szia életem! Szia! Szép fiamat! Micsoda? Jakob András. Te ki vagy neki? Jakob András, fia. Te a fia vagy igen. Neki? Még nagyobb lánya is van. Ki neked van nagyobb lánya? Van egy nagy lányom is, tőle nagyobb, igen, meg van egy kicsim is. De te gágyzsó vagy. Nem gágyzsó, Jakab, benne van a szavában, Gyolály cigány. Te cigány gyerek. Igen. Baszai gyerek, hogy hány éves vagy? 14. De milyen szép gyerek vagy. Köszönjük csókolom. Szépen. És édesanyám. Vagyok. Őző, csókolom. Amikor beléptem Roziékhoz, azt láttam, hogy családcentrikusak, azt láttam, hogy nagyon szeretik egymást, és mikor bemutatta, hogy ő az én fiam, akkor így megdöbbentem, mert az, ami a médiában lejön róla, azt nem tudják az emberek, hogy van neki egy fia. Egy olyan fia van neki, aki egy nagyon jó nevelt, nagyon tisztességes fiú. Te mit szólsz ahhoz, hogy anyád ilyen családon? Szereted? Mert én imádom. Figyelj, ő Gáspár Győző, de nőben. Így igaz! Szó szerint ugyanolyan családom meri magát vállalni, zseniális, de milyen szép fel. Hát ahol lenni, vagy 20 éves, jó lenni virágnak. Kivárjuk akkor! Kivárom! Kivárjuk én meg tégedet! Drága, jó Istenem! Drágám, ne hülyeskedjél már, vártalak hazaiva, urka, kolbász! Tedd már el azt a könyvet, a! Na! Anyukám, savanyúság, idítő, káposztás tészta, ami van, minden. Bandikám, menj az útból, vendégünk van. Szolgáljuk ki, van egy kis száraz sütemény, ne haragudja, ahol hirtelen bűgyüttem, nem értem rá még más sütni. Na, van, uborka, szeretőké. Hoztam, mert úgy látom, nagy flisznes péló vagy, hoztam flisznes idítőt is. Flisznes. Na, vizet is, ha nem iszó, kólá. De jó az uborka lény is. Pár hónap múlva 50 éves leszek, de ilyen vendéglátásban még nem volt részem. Baromira izgalmas volt, baromira fűszeres volt az egész, élveztem a helyzetet, picit rá is tettem azért, élveztem a helyzetet, mert mindig a rohadt gazdagoknál, amikor ott vagyok, mindenki így el akar engem így csábítani. Ő pedig a szívét és a lelkét tette ki nekem, és ez baromira tetszett nekem, csak nem akartam nekik mutatni, hogy úristen, ez mennyire jól esik, hogy kirakták igazán cigányosan az ételt. Ne haragudja, paprikát raktak nekem, paradicsomot, kolbaszt, azért... Mit tegyek, jó erős csípős a lyukadnak, mert minden cigán szereti, dig! Hölgyél, no! Haza akarok! Játszom itt te magadat! De melyik a legközelebbi kórház, Rozika? Kórház! A Kecskemét? Itt sintértelep vagy, jó lesz? Na, akkor elmondom, hogy miért jöttem életem. Na, mi együtt? Azért, mert nekem nincs TikTokom, viszont neked rengetegen követnek. És szeretném a TikTokomot felfejleszteni, szeretnék én is olyan... Hát olyan sikeres lenni TikTokon, mint te, viszont Instagramom az elég kemény, meg elég durva. Viszont szeretném a TikTokot felfejleszteni. Hogyan induljak neki, milyen posztokot tegyek ki, mit tegyek ki magamról, milyen képeket tegyek ki magamról, és hogy induljak el? Elég nagy karakter vagy, szerintem először öltözködés. Öltözködés, napi rutin, mutasd a fényös cipődet, flipperös ruhájaidat, milyen a fellépős cuccod, milyen az otthoni, vagy mikor disznószarstaligász.
Na figyelj, akkor ott tartottuk, és vegyük komolyra, mert tényleg leutaztam majdnem 300 kilométert. Akkor rakjak ki flitteres képeket, zoknis képeket, igen, na rakjam ki a napjaimot is. Persze, a napjaidat, attól függ, milyen merész vagy, akkor mehet lefele is fehér neműre, megmutatod, hogy az oknyit hosszú szárú vagy, tudod, van az a gágyi bok az oknyi. Hordolja? De én ilyet nem merek, két gyerekem van, 50 éves vagyok. Mégis láttalak már mesztelen. Ki? Tégedet valamelyik újságba levetkőztél, nem ilyen vasakat fogtál, mi volt az? Jaj, de aha, nem mesztelő látta, ne haragudja! Nem láttad, mert ott katyába voltam. A vason kidundorodok. Ijjaj. Hát jaj. Elnézést kérek magamtól is, hogy te ilyen szellemű szajú vagy, mert nem tudnak a szellemű szajú. Mi? Ha most is lasteszba gyűjtél, akkor nem látszik. Alulról lasztesz az öltönyöd, akkor állj a fő. Ne haragudj, az nem jó. Lasztesz öltönye van, kessék. Minden jöttem volna, kombinéba csajon. Hát apámnak ilyen bűvebb volt, az elegáns cigán volt. Ne haragudjál, most ma a szűkbe jártok, mint én. Na igen, akkor most várja, macshaj, veszbeszisz. Temperamentuma tulajdonképpen 1995 és a 2000-es években Gáspár Győzőre hasonlít, akkor én ugyanilyen szabadszájú voltam, ugyanilyen egóval rendelkező voltam, és utána én rájöttem arra, hogy ugyan mit szól a szomszéd, mit szól a néző, mit fog szólni az újságíró, és én visszafogtam magam. Baromi tehetségesnek találom a Rozit abban, hogy ami a szívén, a száján, elképesztő jó szereplő. Én feladom. Te ezt honnan jön belőle? Neked műsort kell vezetni, kicsim. Te neked a tévében kell szerepelni, neked nem kell megírni a szerepet. Nem, te vagy a szerep. Nekem spontán jön, de ez volt a vágyam, hogy veled fussak össze, hozzuk össze, amit kell. Hány éves vagy anyukam? 38. Szerintem még beleférök egy jó 20 évig, nem? Mit szarabbsz velem? Beleférsz, abszolút beleférsz. Csinos asszony vagy. Na, próbáld mondani, figyelj, hogy azért majd egy pár dolgot, hogyha jössz tévézni, és akkor segíthetek. Te segítesz a TikTokba, és segítek abban, hogy a fröcskösszalból lejjebb kell venni, jó? Figyelj ide! Ha most téged beteszlek egy műsorba, mint műsorvezető, mert gyönyörű vagy. Tényleg karakter gyönyörű. Vannak egy-két hibaj, mert azt is mindjárt kielemezem, de a szaladból vissza kell venni. És a legnagyobb a fogyókúra, kicsi. Innentől kezdve felírom neked, hogy mit kell csinálni. Reggel egy gyomros kardió, nem eszünk kolbaszt, nincs sütemény. Na, ide nézzé! Azért is kivelszalakodta, hogy te majd fagyalzunk te neked! Kardiló! Én azt gondolom, hogy Rozi, ami a szívén, a száján, és néha zavarba is tudott engem hozni, a Hozi Ármandot, akit nagyon nehezen lehet zavarba hozni. Káposztás tésztát nem eszöl? Én nem szoktam ilyenkor ma enni. Én 6 után régyáltalán nem leszek semmi. Hát tegnap képzeld el, én tegnap egész nap futópad, konditerem, nem eszek víznap, én nem eszek semmit. Én figyelj, 5 éve életmódot váltottam, ami neked is kéne, baromira kéne neked is, mert nagyon szép asszony vagy, ha életmódot viszont... váltottál, feleséget is lecserész. Én asszony, az életem én nem adnám. No, miért nem? Egy-két ajtó csapkodás. Nem kell, se ajtó nem kell, meg se csapkodás, mert az ajtó drága, meg csapkodás, meg még nekem sikő ajtó, jó a paplany az ajtóra. Gyerekek, komolyan mondom, nem lehet bírni vele. Hát kérdezzek majd most, maradj csöndben. Ica néni, meséljen már, milyen volt ő óvodában? Nagyon rossz volt. Hazaszöktem az óvodából, na akkor! Őszintén, az urad meddig bírta vele? Melyik uram? Ez a második uram. Az elsővel meddig érti együtt? Hát majdnem 10 évet, na mit szólsz hozzá? Én nem bírtam volna még 10 napot sem. Na, de hát ő vele, az kibírja? Én 10 napot nem bírnak vele. És a másik urad? A másik uram az nyugodt. Azzal most együtt élsz? Igen. És a kisfiú az a első urattól van. Így van. Elképesztő személyiség vagy, elképesztő karakter vagy, viszont kövér vagy, ne haragudj. Mit eszéztél róla? Mindjárt rákorítom az asztalt, te milyen voltál? Akkor te meg féreg voltál, ha én kövér vagyok, szika. Bocs, ne haragudj. Közben. Kövér. Azért 3 gyereket szültem, nem látom. Jó, 3 gyereket szültél. No. Oké. Okay. De nem playboy nő vagyok én, meg nem pornós nő, hogy lefogyjak karcsúra, igazi cigányasszó vagyok. Álljál le! Nem állok le! Na! Nem állok le, figyelj! Nagyon szép a szemed, szép a fejed, gyönyörű a hajad, kövér vagy kicsi. Merű! Akkor miért néztél hátulról elájúgva? Na most mondja nyíltan!
voltam, de hátulról. Beszélhetsz, igazi Nicki Minaj. Milyen vagy? Jól hallottad? Nicki Minaj? Hát ne arra, hogy én előre ezt azt hittem, hát tudom menni a Ford Transitok, a négy ajtós. Drága, jó vagy. Én azt hittem, mikor kiszálltál kocsiból, hogy a Mr. Bingy. Na megkérjük a hátsó szekciót, hogy nem nevetünk, mi komolyan beszélgetünk. Kica néni szóljon a kis lajna, nem nevetünk. Annyira szeretnivaló vagy, tudod milyen vagy? Anyád egy gonosz, te pedig egy igazi Isten fia vagy, aki minden napban... Akkor ez rólad is elmondható otthon! Befogtad ma a szádot? Nem fogom be, jó? Hát akkor te milyen vagy? Befogtad a szádot, a fiaddal beszélgetek. Jó, ezért gyűjtél, hogy lemondja engemet. Nem, csak az a baj, akkor... hogy a fiad egy letisztult karakter, egy minimalista karakter. Az nálad is a lányok, de te nem. Igen, a lányok akkor... ugyanez van nálunk is. Én arra gondoltam, hogy most tudom, hogy meg foglak sérteni, de én szeretnék veled együtt dolgozni egy projektbe. Figyelj, kimondom, kövér vagy. Le kell, hogy fogyasszuk. Hogy bekerülj a magyar televíziózásba, a fejed bomba, a hajad gyönyörű, tényleg nagyon szépek a szemeid, de az, hogy te a televíziózásra bekerüljé, egy 20-25 kilót le kell. Mennyit? 20-25-öt. Ne vicceljél már! 20-25 kiló. Hát... Anorexiást akarsz belőlem csinálni, ugye? Hogy vigyene szirénázva mentő. Oké, okay, akkor most, ha te leszel Nicki Minaj Magyarországon. Na, az vékony! Akkor meg fel kell szedned még legalább 15 kilót. Köszönöm szépen, fel is szedem. Mert oké, hogy a feneked Nicki Minajos, oké, ezt aláírom. Na. Volna kedved, most elmennénk keresnénk egy helyszínt és csinálunk róla egy TikTok videót, és ezzel elindítanánk a karrieredet, megnéznénk, hogy mennyien követik, de megnéznénk, hogy az újság hogy reagál rá, megnézzük, hogy a tévé hogy fog keresni. Elindítunk egy olyan TikTok videót, nekem már megvan az agyam, hogy mit akarok, én mondok egy felkonfot, te pedig azt csinálod, amit én mondok. És szerintem ezzel elindulunk egy vonalon, megosztod, kirakod, és megnézzük, hogy mik lesznek a reakciók, jó? Jó, legyen. Figyelj, megcsinálunk egy TikTok videót. De ha rám hallgatsz, akkor ez zseniális lesz. Most figyelj, lehet, hogy sértő vagyok meg mindent, de valahogy el kell indulni, hogy a médiába bekerüljél, jó? De most mondd azt akkor, hogy figyelj, megírtam azt is, hogyha nem akarod. De, figyelj, nagyon szeretném, már minden vágyam ez volt, hogy veled forgassak, úgyhogy belemegyek mindenbe. Érted, megcsináljuk, nagyon jó lesz, legyen. Húzd már egy kicsit az ablakot, olyan melegam van, mit csinálsz? Hát jó, hát most figyelj, menjél inkább hogy a klíma. Nincs klímát. Mi? Nem volna klíma. Hát honnan tudjam én, balra-e, mit csinálsz? Hát akkor mondjad, hogy merre, csaj, hát én nem előbb vagyok. Mutattam, nem hát értem. Hát megint főhúzod az ablakot, mikor most balra, miatt mindjárt engedek neked klíma. Na. Hát olyan erősen sűvített, hogy bekerél alulra. Na jó. Egyet tisztázzunk le, merre megyünk? Igenyösen, nem mondtam, hogy forduljál. Hát jó, de én még nem jártam erre. De nem szóltam, hogy balra vagy jobbra. Szépen menjél. Jó. Jó. És akkor figyelj ide, tudsz Nicki Minajosan is táncolni, mert akkor az eleje azzal indítanak. Hát persze. Tényleg? Hát nem négernek néző, igazi amerikai vagyok. Jó, oké, kicsim, ha tudsz, nekem az csak jó. Akkor úgy rakjuk össze az anyagot, hogy Nicki Minaj, fitness, kolbász, és akkor elkezded tornászni. Jó. És szerintem ez zseniális lesz. Ez elképesztő lesz. Jó, csak tényleg hallgassa arra, jó? Hallgatok, de vizet nem hozta, szomjas vagyok, semmit nincs a kocsiban, már lesz. Nem rendezhettem be a kocsit étteremnek kicsit? Hát azt hittem, hogy itt van az én minden, he. Olyan a kocsik, mint az enyém belül, nem az én. Merre? Itt majd balra jé. Na, a következő bandika az lesz, hogy te leszel az operatőr, fel fogod venni. Te megindulsz onnan fentről, Nicki Minajra. Nicki Minajra, kezedbe lesz a két kolbász, én pedig azt fogom mondani, hogy innentől kezdve nincs zabálás, mert jön a cigány kolbász. Ja, jó lesz. Jó lesz, lengbe. Jó. Innentől kezdve nincs zabálás, mert jön a cigány kolbász. És te meg elkezded táncolni meg minden, és akkor ezt megvárjuk, szépen feliratozzuk, kiírjuk, hogy ekkor ennyi kiló voltál, és két hónap múlva, amikor visszajövök, akkor meg megmutatjuk, hogy mennyit fogytál. Benne. Benne vagy? Benne. Akkor művésznő, a színpad az övé, öné, bocsánat.
Jázd el, hogy szexi vagy. Azt akarom látni, hogy te vagy a legjobb, hogy te vagy de a... az is vagyok, nem kell játszani, ne haragudjál. Azért jöttünk erre a helyszínre, mert szeretnék egy TikTok videót készíteni, hogy elinduljon a mi projektünk. Ezt a TikTok videót én meg fogom vágni. Tulajdonképpen az a lényege neki, hogy nincs több evészet, nincs több semmi, nincs több cigánykolbász. Itt az a lényeg, hogy Roziból én egy olyan portfóliót szeretnék készíteni, hogy két hónap múlva, ha visszanézzük ezt a Rozit, és megmutatom ezt a Rozit, akkor azt mondja az ország, hogy oh my Jesus, Merry Christmas, beautiful. Hát azt akarom látni, hogy te vagy a legjobb, te vagy a Beyoncé, te vagy a Jennifer Lopez. Annak te vagy... is érzem magam, ne haragudj, nem kell játszanom. Kicsikém, de most el kell játszanod, de jó? De nem játszom, mert jó, az vagyok. Jó, kicsikém, állj balda, mert ma mennek le a fények, és sötét lesz, és nem tudom megvágni az anyagot. Jó. Jó? Keverj, kavarj, Bandika, akkor te vegyed babám, jó? Keverj, kavarj, ezt mondja egy kolbász, kettő kolbász. Mi volt a mondatom? Innentől kezdve nincs fitness, csak cigánykolbász, jó? Akkor onnan induljál meg, zenét indítom, háromra mennyi még egy picit lejjebb, jó? És akkor középen állj meg, táncolja, háromra indulunk, egy, kettő, három, és tessék, várj, mehet. Nagyon jó, maradj! Nagyon jó, csináld! Ez az! Nagyon jó! Ez az, de jó! Jó? Most megállunk, Bandika! Ez lesz az egyik snit! Megy is, de ugyanabban a videóban megy? Ugyanabban, majd én megvágom, jó? Most kérem szépen vissza a kolbászt, jó? Várja, visszarakjuk az alufóliába, pillanat, pillanat. Kérek szépen vissza a kolbászt, a kolbászos jelenet már megvolt, jó? Ezt szeretném látni, jó? Hogy nekiindulsz alulról, és szexisen beleélem magam. Mindenki engem akar, jobbnál jobb csávók várnak engem. Tökéletes. Jobbnál jobb csávók vannak, játssz a hajaddal, játssz a testeddel, élvezd azt, hogy most hogy 20 kamera téged vesz, játssz az esernyővel, játssz a színészetet akarok látni. Háromra indulunk, egy, de játssz, nem kell mindjárt elindulni, játssz, túr bele a hajadba, élvezd a pillanatot. Jó, három, kettő, egy, tessék! Van, de elnyersíts, ha ez az. Nagyon jó, állj be, mint a fotóznának, ez az, és... Figyelj, 175 kiló voltam, disznó, malac, zsírgéza voltam. Senki nem hitt bennem, hogy le fogok fogyni. Mióta üzöd a szakmát, csak hogy megkérdezem. 24 éve. Akkor ezt a szép pofét, gyerünk, indulunk! Na, induljunk meg akkor! Aranyeső az én kislánya, aranyeső a jó anyám ranya. Mert ilyen még nem volt, ami most fog történni.